90-es években bombaként robbant a mozikba az animációs filmsorozat első része, mely mára már trilógiává bővült. Gondolom George Lucas azóta is élete legnagyobb hibájának tartja, hogy a 80-as évek közepén potom 10 millió dollárért megvált a Pixar stúdiótól. Steve Jobs pedig élt a lehetőséggel, és felvirágoztatta az akkor még gyerekcipőben járó számítógépes grafikával foglalkozó vállalatot. Ezt követően a Pixar a 90-es évek elején elsőként lépte meg azt, amit a technikai fejlődés már lehetővé tett. Mégpedig bevitt egy óriási digitális maflást a 60 éve fényesen tündöklő Disneynek, amúgy Bambistól Mickey Egerestől mindenestől, azzal, hogy megalkották az első egészestés moziukat, a Toy Storyt. A Walt Disney féle gyönyörű, kézzel rajzolt, érzelmekben gazdag meséket nagyon szép óvatossággal bevezették a nyugdíjas otthonba, és útjára indítottak egy újszerűbb, látványosabb, akciódúsabb cég és stílust. Nem véletlen, hogy 2009-re a Disney tulajdonába is került a stúdió, és már sokadik sikeres egészestés animációjukon vannak túl. Gondolom mindenkinek ismerősen csengenek a Toy Story mellett az olyan címek, mint a Wall-E, a Le Show, Verdák, Hihetetlen család, Nemo nyomában, vagy éppen a Szörnyerté. Most pedig itt a harmadik Toy Story és a játék verziója. A mozik alapján készült videójátékok évek óta magukon hordozzák a közepes, vagy még annál is gyengébb minőségre utaló ismertetőjeleket. Fehér hollóként lehet hivatkozni egy-egy az átlagosnál jobban sikerült adaptációra. Esetünkben az Evelyn Studio végezte a fejlesztést, és a portfóliójukban több ilyen majdnem fehér holló is megtalálható. A Csoda Csibéből, a Voltból és a Robinson család titkaiból is készítettek már elfogadható videójátékot. Lehet, hogy a lassan kulcsorozattá váló Toy Storyból is sikerült egy szórakoztató videójátékot megalkotniuk a harmadik rész kapcsán. Hát bizakodjunk, de ne a korábbi részekre alapozzunk, ugyanis a Toy Story első két részének videójáték átirata nem a legjobbak közül való volt. Még a Traveller's Tales készítette őket 96-ban, illetve 2000-ben. Az előbbi még egy ugrálós 2D-s platformjáték volt, míg az utóbbi már 3D-ben pompázó akció platformai. A harmadik rész minőségének rejtélyére pedig hamarosan fény derül, a film már beváltotta hozzáfűzött reményeket, most pedig az Avalanche-en van a sor. A játékot indítva rögtön neki is esünk a kampánynak, mely részben követi a film cselekményeit. Amellett, hogy szórakoztató és változatos, sajnos eszméletlen rövid. A kampányt a társasjátékozó játékok köré írták, így a társasjáték tábláján található 8 pályát kell végigküzdenünk, melyek között akadnak hosszabb és rövidebb részek is. A változatosságot pedig az olyan pályák biztosítják, mint a Buzz-zal való repkedés, vagy néhány esetben a három tagú bandával való ügyességi feladatmegoldás. Tiszta csapatmunka, és a stresszt fokozandó nem ritka, hogy mindezt még ráadásul időre is kell elvégeznünk. Több emlékezetes pillanatba is beleszaladhatunk. Például nekem nagyon tetszett, mikor Buzz-zal a kis ufókat kellett előre rúgdosnunk a zúzógép gyilkos fogai elől, vagy éppenséggel Slinkék megmentése se volt semmi. Sokszor pedig még a logikánkat is be kell vetnünk, mivel nem ritka, hogy a három főszereplő csapat munkájával és a karakterek egyedi képességeivel tudjuk majd abszolválni az adott feladatot. Természetesen azért alapjában véve egy gyerekeknek készült játékról van szó, így nem kell agypukkasztó nehézségű feladatokra gondolni. Főleg, hogy ezek előtt a részek előtt még egy ilyen kis animációs segítséget is fogunk kapni. A rövidségétől eltekintve egészen jó, bár kicsit keszekusza történetvezetésű kampányban lehet részünk. Olyan elnagyoltnak tűnt egy kicsit. Az első vonatüldözős, gyerekjáték kiszabadítós, labdadobálós pálya után egy különleges világban találjuk majd magunkat. Ez bizony a Toy Box és a társasjáték táblájának jobb felső részében érhető el. Ez Woody mesebeli vadnyugata, mely egy Toy Story-s GTA. Mondjuk ez most erős túlzás volt, de mindjárt megmagyarázom. A szabadon bejárható környezetre és a küldetések felvételére és megoldásának módjára kell a GTS jelzőből asszociálni. Ez már döfi, több órányi kikapcsolódás. A sok keresgélős, gyűjtögetős küldetés mellett szerencsénk lesz tehenek összetereléséhez, katonás ejtőernyőzéshez, vagy éppenséggel autós és szemenagyos versenyekhez is.
Ezen kívül számos egyéb változatos feladat is vár ránk ebben a csuda kis világban. Ilyen például, hogy átfesthetjük a városban található házak falait, vagy éppen átöltöztethetjük a lakosságot. Ezek apróságok, de ilyen kis figyelmességek miatt szórakoztató a Toybox mód. A gyűjtött pénzből pedig új épületeket vehetünk, melyek újabb helyszíneket és természetesen újabb feladatokat biztosítanak majd. Egy részletes, folyamatosan táguló és szórakoztató Toy Story világban élhetjük ki magunkat. A társasjáték tábláján találhatunk még további érdekes létesítményeket is. Ilyen például a Toy Story filmszínház, melyben ugye a videóbejátszásokat tekinthetjük meg újra. Ennél mondjuk egy fokkal érdekesebb Eli játékboltja, melyben a polcokon átnézhetjük a kampány során összeszedett különféle képeket, melyekről még egy kis információt is kapunk, hogy a hiányzó darabokat hol találjuk. Ezen kívül Eli játékboltja rejt még egy érdekes kis automatát, ahol a játékban szerzett érmékből vásárolhatunk misztikus tojásokat. Ezen kívül pedig, hát ennyi. Hát gondolom ti is érzitek, hogy ez itt bizony kevés. Ha ezt a részt kicsit jobban kidolgozzák és több érdekességet és extra tartalmat tesznek bele, akkor talán dobott volna még a játék értékén, de ez a rész így teljességgel elhanyagolható. Végre itt egy egészen jól sikerült filmadaptáció. Két különböző játékmód, a kampány és a Toybox is teljesen más élményt biztosít. Az előbbi újrajátszhatósági értéke a gyűjtögethető cuccok révén elfogadható, míg az utóbbi tartalmas és hosszú. Tegyük hozzá, hogy egyik sem tökéletes és nincsenek hatalmas újításaik, mégis azt érezzük, hogy most valamivel többet és jobbat kaptunk. Na és persze még szórakoztató is. Sajnos akadnak idegesítően nehéz pillanatai is a Toy Story 3-nak. A szokásos filmadaptációs játékok lépfenéjeként is ismert borzasztó irányíthatóság, mely ugye kézenfogva jár a gyenge kamerakezeléssel. Hát ezt a negatívumot speciál megpróbálták azzal ellensúlyozni, hogy szinte minden lépésünk után van egy autómentés. Látványvilága és grafikája nem egy effektorgia, csak a kötelezőt hozza. A gépigénye ehhez mérten barátságos, szinte mindenen jól fog futni, ezért nem is tartottam fontosnak a különböző konfigurációkon való mérést. Hangja is a minőségibb színvonalon vannak, még akkor is, ha a két főszereplőt, Woodyt és Buzzt megszólító Tom Hanks, valamint Tim Allen nem szerepelnek a stáblisten. Itt is a kisebb korosztály volt a célközönség, na de a felnőttek sem kínszenvedésként fogják megélni a gyerekekkel vagy testvérrel eltöltött néhány órát a Toy Story 3 világában. Zárnám is soraimat egy frappáns kis idézettel. A végtelenbe és tovább! Guys, come on! We need to get back! Rex, we know you can defeat him. Just do it quickly.